A mai napon 444 robbantotta a hírt, miszerint az Európai Unió befagyasztotta a Magyarországnak utalandó kohéziós pénzeket, fejlesztési pénzeket. Aztán jött a cáfolat, bár majd ezt megvitatjuk Csepregi Nándor államtitkárral, hogy ez cáfolat vagy minek minősül, mert hogy ő azt mondta, hogy nem arról van szó, hogy befagyasztotta az Unió, hanem arról van szó, hogy megkértek minket, hogy most egy darabig ne küldjünk újabb számlát, mert hogy úgyse fizetnék ki. Na minden esetre a szocialisták és a szocialista párton belül Szanyi Tibor azt mondta, hogy gyakorlatilag Lázár Jánosnak le kellene mondania, és hogy irgalmatlan károkat okozott már eddig is az uniós források és pályázatok terén. Szanyi Tibor a vendégem, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Ezt még azelőtt mondta ön, mielőtt Csepregi Nándor megszólalt volna, vagy indokolta volna. Nem tudom, hogy azóta, amióta hallotta az ő indokait, megváltozott-e a véleménye. Tehát, hogy nincs olyan nagy gond, csak egy kicsit most még nem utalnak így a vizsgálat idejére. Az a lényeg, hogy nincs pénz. Sajnos nincs pénz. Sajnos az a lényeg, hogy nincs pénz. Az EU nem fizeti ez időtájt a Magyarországnak járó pénzeket, és nem azért, mert az EU valami gonosz valami lenne, hanem azért, mert Lázár János ezt kőkeményen elbaltázta. Ezért kéne neki haladéktalanul távozni. És mit? Hát, ha elbaltázott bárki bármit, mit baltázott el? Hát az, hogy képtelenek egy szabályszerűen működő és a pénzek lehívását lehetővé tevő intézményrendszert felállítani és működtetni. De ez most már több éve. Tavaly egy éve, ilyenkor májusban már egyszer fölfüggesztették hasonló okok miatt a pénzek folyosítását. Akkor Lázár János azt ígérte, hogy na jó, aztán most aztán majd nagyon helyrehozza. Hát majdnem egy fél évbe tellett neki, mire újra tudta indítatni a gépezetet, de azon az áron, hogy 75 milliárd forinttól esett el Magyarország. Ebből egyébként 15 darab felcsúti stadiont lehetne építeni, csak amit elbokázott Lázár János. Na most ezt megismételte most. Most még nem tudjuk, hogy mi az, ami pénzszerűen, ami bukta, viszont az kétségtelen tény, hogy ez a figura ez többszörösen bebizonyította, hogy halál alkalmatlan erre az ügyre, amire hát őt úgymond tette a miniszterelnök. Hát mondjuk David Cameron is halál alkalmatlan lehet, mert például ő is, az ő ideje alatt a britek is jártak már hasonlóképpen adminisztrációs átalakítások miatt, felfüggesztették egy ideig a kifizetéseket. Tehát, hogy azért... Briteknél? Igen, ezt az Indexen olvastam. Ez az valami egészen furcsa. Nem, dolog, abszolút, az Indexen olvastam. Az hogy nem tudom, milyen pénz lehetett, mindesre nem ilyen. Az nyilván nem kohéziós pénzekről beszélünk, de arról, hogy adminisztrációs hiba, átalakítás miatt mások is jártak már így. Hát ugye mondjuk... David Cameront hozza a brit miniszterelnököt, akkor miattam helyes Orbán Viktor is menjen a Lázárral együtt a csodába. Tehát ott most az, hogy David Cameron esetleg okay, a helyén marad, le, de az biztos, értem hogy én. Fölnégyelte valamelyik kollégáját, aki ennek az ügynek a felelőse volt. Amúgy egyébként az Európai Unió semmi más nem kért, se tavaly, se most, mint azt, hogy adjon a magyar kormány arra garanciát, hogy ezeket a pénzeket senki nem lopja el. Ne, ezt a garanciát is, nem nagy, tudják letenni. Nagy-Britanniában is az volt a hiba állítólag, hogy a pénz kiosztást irányító szervezetet egyszerűen felszámolták, átalakították. Tehát a dokumentációkat kiadó, vagy az, amit átment szervezetet a dokumentáció, azt felszámolták, és helyette lett egymás. És most ez a baj állítólag Magyarországon is, tehát hogy az, a szervezeti átalakítást azt még így nem látja át az Unió, bár én nem tudom, hogy ezt nem lehetett volna megelőzni, vagy az Unió mindig utólag, amikor egy rendszerbe indult, akkor vizsgálja, hogy hogy működik? Szóval ez, amikor higiéniai menedzsernek nevezzük a WC-s nénét. Ez nem átalakítással van problémája az Európai Uniónak, hanem konkrétan azzal van probléma, hogy átláthatatlan a rendszer, ezáltal ellophatók a pénzek, és garanciákat kér a tekintetben, hogy ez nem tud előfordulni. Nem kevés tapasztalata van egyébként az Európai Kifizető Ügynökségnek e tekintetben, hogy hát időnként bele akarnak túrni a közösbe. Magyarországon ez Simicska Lajosnak hívják, aki itt a vezér fonalat viszi a akkor szekére, amivel viszik el a pénzt. Ezzel együtt garanciákat kér az Unió, hogy itt a kifizetések rendben és ellenőrzötten mennek. Ennyi. És hogyha megkapja ezeket a garanciákat, de majd mindjárt jön Csepregi Nándor, hogy megkérdezem tőle, akkor lehet, hogy azt mondják, hogy fú, hát ez az átalakított rendszer jobb, mint bárhol, bármikor, bármi, úgyhogy akkor nincs semmiféle kifizetés. Még ez is lehet a vége? Vagy azért ennél azért először az, Csepregi Nándortól szerintem azt kell megkérdezni, hogy van pénz, vagy nincs pénz. Ez az alap. Mi is ezt kérdeztük, ez ígyben nyilatkozom Orbán Viktor, van pénz, vagy nincs pénz? Hát nincs pénz, hát mert akkor... megkértek minket, hogy ne küldjünk számlát, mert most vizsgálódnak. Igen, konkrétan ez történt, igen.
Szóval nincs pénz. Na, ez a lényeg, elbaltázták, nincs pénz, őrületes károkat okozott Lázár János, tavaly csak egy 75 milliárd forintos tételt, ennek a mostaninak meg beláthatatlan, hogy mekkora lesz a számlája. Ez a problémánk, ezért kell neki haladéktalanul távoznia. Miért nem vihető a főnökét, sem bajom nincs vele. A főnökével nincs semmi baja, vagy azzal nincs semmi baj, ha viszi a főnökét, igen. Na jó, hát majd meglátjuk, illetve majd meghallgatom, és megkérdezem Csepp Reginándot, hogy akkor mi okozta ezt az egészet, vagy mi ennek a vitának a lényege. Azért, de... még hogyha szabadon, hogy mondanom, mert szóval nem véletlenül járjuk az országot most már ezzel a kártyával. Ez szóval, mi, ez bankkártya? Nem, de bankkártya formátum, ezzel próbáljuk a hiteles szavakat hogy mondjam, kézzelfoghatóvá tenni. Ez, hogy biztonságot nyújt nekünk Európa, mi is biztonsággal tudjuk üzemeltetni Európát, ez ennek a lényege. A Fidesz annyi mindent elbaltázott már, elbaltázta a földügyet, elbaltázta a pálinka ügyet, elbaltázta a rengeteg mindenfélet. Mi azt mondjuk, hogy ezt lehet biztonságban csinálni, ezt az egész ezzel dolgot. Most mit akar a szavakat? Ez azt akar mondani, hogy a pancsesek helyett mi szeretnénk egy olyan garanciát adni és az embereknek. Kártyázni szeretnének? Nem. De a kártyától most én miért leszek biztosabb önökbe? Hát azért, mert a kártyának a hátoldalára oda vannak írva azok a vállalások, ami miatt biztonságban lesz Magyarország, amennyiben az Európai Parlamentben a részünkről egy baloldali többség lesz. És ez ennél kisebb idő. Formátumot nem találtak. De most komolyan kérdezem, nem. Hogy miért kellett ilyen picire? Már látom, most már látom, hogy a hátulja is tele van. Igen, oda is adom önnek egyben szeretettel. Kérem szépen, bármilyen furcsa, én nekem ez 2010-ben nagyon sokat hozott a konyhára, ha szabad így fogalmazni, míg a mai napig is, amikor a kerületben, a 13. kerületben voltam képviselőjelölt, még a mai napig is nagyon sokan őrzik azokat a dolgokat, hogy na akkor mi. Ez az elszámoltathatóságnak a kérdése egyébként. Ja, kampánytechnikailag tényleg nem értem, de ezzel most nem fogunk vitatkozni, hogy miért kell ilyen picibe. Tehát de van ez nagyban is. Majd én nem tudom elolvasni, pedig nincs fogja is diopriám, hogy ma van. Is. Na, szóval a vita kérdéssel kapcsolatban, hogy elmondják, hogy önök szerint miért nyújt nekünk a biztonságot Európa, meg azt, amit nem tudok elolvasni, azt is mind el tudják mondani. Ezért például vitákat, pártok közötti vitákat kellene rendezni. És akkor visszakanyarodunk a mai nap egyik vitás kérdésére, az Együtt PM javaslatára, hogy a Jobbikot is engedjék be ezekbe a vitákba. Mit gondol ön erről? Szívesen vitázna a Jobbikkal, vagy inkább azt az elvet vallja, amit például a DK is, hogy nem szabad felemelni és legitimálni a Jobbikot erre a szintre, ahol önök vannak a másik, tehát ellenzéki pártok. Mi 8 párti keretekben gondolkodunk, ami azt jelenti, hogy tiszteletben tartjuk a választópolgároknak azon akaratát, hogy ezt a 8 pártot, most mindegy, hogy milyen szabályok mentén, de ezt a 8 pártot kvalifikálták arra, hogy az európai parlamenti választásokon részt vegyen. Hát most ebből mennyi tud majd aztán mandátumhoz jutni, ez majd egy külön kérdés. Viszont mi azt mondjuk, hogy ezek a pártok egyébként potenciálisan arra vannak ítélve, hogy a képviselőik szépen beüljenek az Európai Parlamentbe, kiki a maga pártcsaládjába, és ott egymással vitassák meg Európa fontos dolgait. Ez egy előkvalifikáció, tehát gyakorlatilag azt kell tudni itt ebben az előzetes vitában felmutatni. De Fidesz nem fog vitázni. Ebben én nem vagyok olyan biztos. Nem biztos. Nem vagyok ebben olyan biztos. Én konkrétan kaptam egy felkérést május 1-ére a szakszervezetektől, ahol előzetesen velem azt közölték, hogy a Fidesz elfogadta a meghívást. Ugyanúgy. Meg még más pártok. De ott vita lesz, hogy egymás után beszélnek? Fórum, hát... Fórum, az már jó, tehát akkor lehet egymással. És ki lesz a Fidesz részéről, mit mondtak? Hát ezt most én megmondhatom, de amúgy Kósa Ádám, de ettől függetlenül, aki jelenleg is képvisel az Európai Parlamentben, de ez most lényegtelen abból a szempontból, hogy formailag visszaigazolták, hogy ők ott részt vesznek. Hát, akkor ennek is lesz még további fordulója. De hadd hangsúlyozom el. Az, hogy ki kap mandátumot, az arról szól, hogy ki fog az európai fórumokon vitatkozni. Oké, okay, csak hát ezt itt, meg kéne, hogy előzzen, hogy én, mint választópolgár, tudjak dönteni, hogy kinek adjak mandátumot, hogy az európai fórumokon vitázik. A Fidesznek úgy látszik, lövése nincs az egészről, ugyanis neki Európában semmilyen kétharmada nincsen. Tehát ott a Fidesz messze menőleg nem tud olyan pökhendi módon viselkedni, mint itt Magyarországon. Jó, de én most magamról, állampolgárról, szavazóról beszéltem. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Én is nagyon szépen köszönöm.